ez is a probléma, és ezért jövünk, hogy bemutassuk, hogy, hogy mit jelent az a szaporított telep, mit jelent az a szaporítás, mi a különbség a tenyésztő között, mert ahogy nekem sem volt, tehát egy átlag embernek nincs a fejében, hogy azt gondolja, hogy jó, hát ez 30 ezerbe kerül, az 300 ezerbe, biztos csak annyi a különbség, hogy az egyik nagy haszonnal csinálja, az egyik meg kis haszonnal, miközben most mindjárt kiderül, hogy mi is, mit is jelent az, hogy valamilyen kutyát, 20 a fajta tiszta kutyát eladnak 30 ezerért. Mégis fogalmam nincs, hogy hogy lehet ez, hogy érted, múlt évben kimentettünk 120 kutyát, akkor nagy öröm volt, hogy kimentettünk. De ugyaninnen? Ugyanaz, igen, ez ugyanaz. De akkor rendőrök lesznek mindenki? Lesznek, igen, lesznek. Múlt évben legalább 7-8 ilyen állatvédelmi egyesület vett részt benne, és nem tudom most hányan leszünk. És hány kutya lesz szerintem? Nem tudom, ezt se tudom megmondani. Ahogy ők se tudják, tehát az állatvédők se tudják. De az is lehet, hogy kevés kutya lesz? Az is lehet, hogy kevés, mert lehet, hogy érted, hogyha megtudta, hogy jövünk ért, akkor lehet, hogy kiszervezte a kutyákat ugyanígy külső pajtákba, telepekre. Korán reggel érkeztünk meg a helyszínre az állatvédő szervezetekkel, a helyi illetékesekkel és a rendőrség kíséretével. Ám a meglepetésnek szánt rajtaütésünk ellenére, a szomszédok elmondása alapján valamilyen sugallattól vezérelve, pár órával ezelőtt már megfordultak ismeretlen autók a ház előtt. Így lehet, már nem azt találjuk, amiért jöttünk. Feltételezem, hogy úgy lesz, hogyha megtörtént ugye mindennek a rögzítése, akkor kezdődik el az itt lévő állománynak ugye a jelölése, hiszen feltételezetten nincsen csipazonosítójuk, és akkor egyesével. Aha. Ugye ugyanúgy az állatokat is lefotózzák. Múlt évben több mint 100 kutyát mentettünk, ugyanerről a helyszínről, ugyanezen emberektől. Most mégis újra itt vagyunk. Ám ahogy sejteni lehetett, a bejelentésekhez képest csak pár kutyát találtunk. Állítólag füles kaptak. És ez a legnagyobb probléma. A megkérdezettek mindegyet értenek abban, hogy a jogszabályok szigorúak és világosak. Csak a betartatásuk nem működik, vagy egyszerűen nincs elég akarat hozzá. Nem lehetetleníti el itt valaki, hogy ennek vége legyen? Én csak mindig a Balotait mondom. Ott a bizonyíték, ott van minden, és nem kapott semmit. Német juhász egy hétig volt 50 cm-es láncon kikötve. Ez, mint mondta, piaci kereslet miatt alakul így, hogy minden évben felmérik, hogy akkor is még kutyákat kell szaporítani. Akár még 4 hetesen elkezdenek kiszállítani hamis papírokkal. És nyilván ezért szaporítanak ennyit, mert a fele fog odaérni a célhelyszín, a célállomásra, mert a fele elpusztul utazás közben. Megindult a türelemjáték. Együtt járjuk körbe a lehetséges rejtekhelyeket, bízva abban, hogy még a közelben vannak a kutyák, és hogy vagy a gyanúsítottak tesznek vallomást, vagy valaki a környéken elejt egy pár hasznos mondatot. Ám az egyik helyszínen olyan látvány fogadott minket, ami nem sok jót ígért a nap hátra levő részére. Sok eredménytelen keresés és hosszú, idegtépő várakozás után már csak egy lehetőségünk maradt, hogy rátaláljunk az elrejtett kutyákra. De a rengeteg szervezés és kitartás végül meghozta az eredményét. A nap végén az erdő mélyén találtunk rá az eltüntetett állatokra. Ismét több tucat kutyának csillant fel a remény, hogy szerető családhoz kerülhessenek az állatvédő szervezetek által. De még mielőtt a gyanúsítottakra zúdítanánk összes haragunkat, ne felejtsük, mindezt azért tehetik, mert igény van rá. Több száz ehhez hasonló telep szolgálja ki a hazai és külföldi piacot. Hamis papírokkal, de sokszor hivatalos személyek aláírásával. Pedig 100 000 számra kóborolnak állatok az utcákon, reményvesztett kutyákkal vannak zsúfolva a menhelyek, és még a kötelező ivartalanítást is vita övezi. Miközben nap mint nap zsákba folytott újszülöttek fekszenek az útszéli árkokban, vagy lebegnek holtan a vizekben.
Más országokban már sikerült megoldani ezt a rengeteg problémát. Előttünk még tornyosulnak. De együtt sikerülni fog. Fogadj örökbe, és tudd, neki is csak egy élete adódott a Földön. Thank you.